İşte. Sziasztok srácok, itt vagyunk egy tök új játékban, ez a Turbo Golf Racing, ha minden igaz, így van. Game Preview Xbox Series X-en játszunk. Benne van a Game Pass-ben a játék, szóval full ingyenes, mármint hogy nem full ingyenes, de az előfizetésben benne van. És hát látjátok, hogy már egyből ezek a színek alapján, meg úgy a kép alapján, amit a játék borítója, eléggé Rocket League vibe-okat ad át, picit megbolondítva. Szóval itt golfozni kell, nem pedig focizni, vagy kosárlabdázni, amit éppen játszottál a Rocket League-ben. Szóval így néz ki a történet, játszottam már egy picikét a játékkal, hogy megérezzem így az ízét. Nem igazán, elég béna vagyok benne, meg kell mondjam. Az control, tehát az irányítás egy picikét kevésbé tight, vagy hogy mondjam, feszes, mint a Rocket League-ben volt, de ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy ez még preview, tehát még sok minden fog változni. Most megmutatom nektek nagyjából, hogy így single playerben hogy néz ki. Picit ilyen telefonos játék jelleget ölt a karrier része, szóval, hogy csillagokat tudsz gyűjteni. Na most baromi nehéz, tehát, hogy többször nekiestem ennek az Electric Avenue-nak, hogy 3 csillagra hozzam. Látjátok, hogy 18 másodperc alatt kéne bevinnem a labdát a lyukba ahhoz, hogy meglegyen a harmadik csillag. Képtelenség nekem ez még mindig. Most nem is arra fogok rámenni, de megmutatom nektek nagyjából, hogy néz ki, és először meg fogjuk nézni az első multiplayer játékmódot, ugyanis a játékot, amiben én nem voltam, mert hülye vagyok hozzá. Így néz ki a játék, szóval nagyon Rocket League-es, mint látjátok. És most már van egy ilyen valami Shockwave-szerűségem is. Igen, innenféle, és egészen hátra kell vinni a labdát, a golyót, oda a narancssárgába kéne bevinni, és megint az van, hogy elmentem a pálya szélére, jobb felül látjátok, hogy hogy állunk, és már gyakorlatilag most kéne bent lenni a labdának, a golyónak, bocsánat, a helyén. Úgyhogy ez megint talán 2 csillag lesz, vagy még annyi sem, és ott van, bent van, ennyi. Szóval ez a játék, és ez most csak 1 csillag volt. Tehát baromi nehéz. Megpróbálom még egyszer, csak hogy így a biztonság kedvéért, hogy mert valószínűleg online borzasztóan jól játszanak már ezzel a játékkal. Ugyanúgy van nitrónk, az irányítás az full ugyanaz. Hopp, ezt el is csesztem már most. Megkezdjük kicsit. Itt van ilyen glide is egyébként. Tehát lehet repülni. Azaz. Jó, ez azt küldjük meg szépen. A glide-ot nem igazán értem még egyre, hogy így most gyorsabbak vagyunk, vagy nem. Hát így a... És neki a fának így van, persze, hát szokás szerint természetesen. Ugye vannak ilyen tárgyak is, ugye a térképen, amik zavarnak minket. Na most! Jó, hát most ebben már is engedtem ezt a két csillagot, sőt, egy csillagot is. Tehát, az irányítás az teljesen más feelingje van, mint a Rocket League-nek. Szóval ugyanúgy van ilyen kamera, ugye, ami követi a golyót. És van arra is, tehát van olyan ilyen szabad kamera is, mint látjátok. És viszont nincsen, tehát előre dash van, ugyanúgy, mint a Rocket League-ben, de oldalra dash-t én nem tapasztalok, tehát ilyet nem tudsz, hogy balra flip, meg jobbra flip. Valamint a levegőben is, te tudsz repülni, csak úgy, mint a Rocket League-ben, bár itt szerintem kevésbé van erre ennek még értelme, legalábbis ezen a pályán, ami egy ilyen nyílt pálya. Vannak power-up-ok, és vannak ilyen kórok, amiket ki lehet nyitni, és ez az egyik, hogy egy ilyen kis lökést ad neki, így finoman lehet ezzel gyakorlatilag játszani, és azért az ki van találva, hogy kézifék van ugyanúgy, hogy így azért elnyeli, látjátok a golyót. Na, úgyhogy nagyjából a játék alapja az ez, nézzük meg akkor ezt a multiplayer történetet, szerintem retek szar leszek benne. Talált is meccset, ott vannak bent a játékosok, you can curve your shot by hitting the edge of the ball, így van, ezt gondoltam meg lehet csavarni. Curvy corners, hát itt aztán lesz minden, city gates, és akkor 3 darab pályát fogunk lenyomni gyakorlatilag egymástán, úgy néz ki. Most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire zavarjuk be egymást. Tehát, hogy másiknak a golyóját például el lehet-e csaklizni, meg lehet-e azt ütögetni. Van, akinek már többfajta korja is van, látjátok ott bal oldalon, nekem csak ez az egy van. Úgyhogy skip flyover, van ilyen átrepülés, így keresztül repül ugye a pályát, megmutatja, hogy néz ki. De látjátok, a kinézet az nagyon Rocket League orientált. És most honnan tudom, melyik az én golyóm? Remek kérdés, az egy, ez egyetlen, ami ugye ilyen teli színű. Ez gondolom boost akar itt lenni. Hopp! Szépen finoman fogjuk csinálni. Az a kör, hogyha abba be tudod valahogy valamilyen csoda folytán küldeni a golyszidat, akkor az azt jelenti, hogy
kapsz ilyen kis boostot a labd, a golyóra. Ugye meg van belelőni, sikerült is, és előrébb megy, látjátok, jóval. Most van, aki már sokkal jobban nyomja ezt, mint én, úgy látszik. Illetve nem nagyon nagy meglepetés. Nem tudom, hogy... Itt mi van? Ez a rakéta, ez fogalmam sincs, hogy mi? Van... Aha, elnyomtam ezt a szaromat, nagyon jó, kicsit bezavartam magamat. Nem lehet a másik golyóját meg bingizni. Van ilyen rakéta. Ezzel gondolom megint a golyómat lehetne lőni, leginkább. Olyan fura mindig azt mondani, hogy golyómat, mert nem arra gondolok nyilvánvalóan. Sokan nem glide-olnak, azt észrevettem. Próbálom ezt is figyelni. Első vagyok jelen pillanatban még. Aha, lehet egymást hátráltatni ez a rakétával, semmi probléma. Jól meglökjük, ez az, kitűnő. Megijön egy rakéta nyilván nekem. Nem történt semmi. Nagyon jó, és akkor már nagyon itt vagyunk a közelben. De jó lenne egyből lehúzni amúgy. Megint kapom a rakétát bele az arcomba, így van. És valaki már be is vitte, nem vitte még be. Ja Istenem! Ah, bénázok srácok, bénázok. Nagyon sokat bénázok. Bum! Menjen be! Harmadikként, ha jól láttam, másodikként. Második! Teljesen jó! 2 másodperce, pontosan 2 másodperce maradtam le az elsőtől. Azt a mindenit. Jó! És akkor itt most meg tudjuk még nézni, hogy ki mit bénázik. Lehet bénázni bőven itt is, azért hozzáteszem. A koncepció szerintem jó pofa. Van még azért, mint fejleszteni, de mondom még egyszer, game preview. Tehát itt ki is írják az elején neked telibe az arcodba, hogy crash-elhet, bizonyos funkciók nem működhetnek, stb. Attól függetlenül szerintem egész jól működik. Tehát az online is tök jó, lagmentes. Úgyhogy ez jó pofa. Arra kell még rászokni ezzel a játékkal kapcsolatban, ugye, hogy másikat szivatni. Tehát van, akinek még van arra idegzete, hogy miközben a saját golyójára figyeljen, hogy még másokat lövöldözzön, hát nekem erre nincsen. Mindenesetre most 5 ponttal vagyunk másodikok. Jön a City Gates. Ezek nyilván olyan pályák, amiket én még nem is jártam életemben. Úgyhogy ennyi. Kérdés ugye, hogy hosszú távon ez mennyire lesz egy érdekes faktor. Szerintem jó pofa egyébként. Lehet, hogy ezt még lehet 600 fele majd még bingizni valószínűleg. Na most, na ott már viszont van tető, azon a részen. Gyerünk! Ez az, szépen. Szépen csak a saját, aha, már is csak liszta tőlem a... Szóval van egy kicsit ilyen Mario Kart, vagy ilyen kart racinges dolog is, hogy fel lehet venni ilyen dolgokat, ugye? Két fa között el kéne rúgni, ez az. És bele a nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, ó, az nagyon jó, bizonyám. Igen, a nitrót azt nagyon fel kéne venni, mert szarul állunk. Ez is gyorsít egy kicsit. Ezeket mi meg fel kell fognom, hogy ilyen van. Bum, nem akartam most nagyon ott lőni. Viszont sikerült belelőni a vezetőbe. Én ezt most így fogom hívni. Ott van nagyon. Ott van egy páncélunk, srácok, és... Csak nem elsőként. Mi van? Na jó, mázlink volt, nagyon sokszor be tudtuk lőni a vezetőbe. Ez az. Erről van szó, erről van szó, srácok. Erről van szó. That's what I'm talking about. Így van, nagyon jó, nagyon jó. Picikét most akkor mi kapunk 6 pontot, ha minden igaz, akkor 11 van nekünk. És a srác, ő volt az, előbb az első, ugye? Ő most akkor kap 5-öt, tehát ugyanannyi pontunk van, szóval most holt verseny van. És akkor a harmadik fog dönteni, gondolom én. Így van. Így van. 11 pont, 11 pont, így van. Holt verseny. Fú, ez izgalmas lesz a végére. Jól jött ki. Jó, azzal nagyon kockáztatunk, hogy a két fa között lőttük el. Arra borzasztó egy kockáztatás volt tényleg, mert ott fennakad, akkor nagyon nagy szívás van. Na, valaki diszkvalifikálva is lett, úgy nézem, DNF. Úgyhogy... lehet, hogy feladta közben. Hogy most mire várunk, az egy remek kérdés. Aha. Mountain Hideout következik. Last your ball, press to reset your car and ball. Van egy ilyen gomb erre, reset. Jó, köszönjük a tippet. Disconnected. Aha, equalizer disconnectált. Elege lett ebből az egészből. Na, utolsó jön. Fúha. Igazából megmondom őszintén, a pályák amúgy jól néznek ki, de olyan nagyon sok buktató nincs bennük, bár azért fákon meg lehet szívni. Most ezt így elmondtam, így most akkor szépen látni fogjuk, hogy hogyan is néz ki az, hogyha szívsz. Ja, hogy a golyóval is fel tudod venni az itemet. Na várjál, ez nekem új.
Ez nekem nagyon új, az viszont ki fog most menni ott, na hát ez az finoman, finoman, szépen nem kell kapkodni egyáltalán. Jó, van rakétánk, be is lőjük a srácot esetleg. Jó, nem ment ki, nem ment ki a golyszi. Ez az. Nagyon jók vagyunk, srácok, azt kell, hogy mondjam, tényleg egész jók vagyunk. Mármint, hogy ahhoz képest, amire én számítottam, hogy milyenek leszünk, hát ahhoz képest ez nagyon jó. Kicsit kihoz az emberből, ha itt már van ilyen árok is. Azt ezeket kerestem, és ott van a helye, oda kell belőni. Nagyon béna vagyok, gyerünk, harmadik hely ez már csak. Második? Oda föl! Várjál már, az még nem is a vége. Anyát szétadom. És valaki már bevitte, te jó Isten. Nagyon semmi probléma nincsen. Az egész jó ott. Igen, ellőnek, nyilván. Még második, még csak úgy vagyok, nem vitte még be, most vitte be valaki. Jó, szépen finoman. Easy does it. Második. Na most, hogyha a srác itte be, nem, Motors itte be. Nem ő volt az első. Úgyhogy, ha minden igaz, megnyertük. Ha minden igaz, lehoztuk. Nagyon kíváncsi leszek. Toggle scoreboard. Igen, ha minden igaz, akkor megvan. Nagyon komoly lenne, hogy az első online meccsemet így lehozzam. 1 perc 9.66, 6 másodperc előzött meg Motters. Ügyes volt. Azt a kurva. Oké? Na most kiderül. Mert Elite Assault-tal viaskodtam, azt hiszem. Az első helyért. Igen. Igen. Megvan. Egy ponttal nyertünk. Mit kapok? És megkapod a badge-eket is. XP. Ó, egy csomó izé. Fogaskerék, meg egy darab ilyen serleg. Claim reward. Mit kapok? Small ball. Unlocked for achieving one matches won in online matches. Decreases the size of your ball. Lecsökkenti a golyó méretét. Ez most megint nagyon hülye hangzott, de tényleg ez van odaírva. Equip. Next nagyon jó. Van még? Menj már a picsába. Season item reward flipper. Jó, egyre még arra nem mondok semmit. Na jó, akkor most rámegyünk a garázsra. És akkor edit. És akkor buddies, és akkor spoiler, egy új spoilert nyitottam. Hú, hát szétadom már, megy is föl rá, nyilvánvalóan. Shield, wheel, igen. És akkor lehet amúgy színezni, ahogy tetszik, tényleg. Lesznek majd itt golyók is szerintem, stb. És korznál, korzon belül, itt van az a két kor. Ugye ez, ami kicsinyíti a labdát. Aktív and passzív core, passzív core only. Ezt nem igazán értem, megmondom őszintén, mi a különbség a kettő között, mindenesetre most ki fogjuk próbálni. Megmegyünk még egy lobbyba. Illetve megnézzük a shopot, hogy most mi mennyibe kerül, mert ugye van egy shop is, nyilvánvalóan is gondolom lesz itt majd mikrotranszakció is a játék mögött. De egyre van 2530 darab ilyen fogaskerekünk. És hát 12000-be kerül például ez a kerék. A buddy az ott 6000, úgyhogy nem igazán van még pénzünk zebra decal, az matricázás. És ezek vannak, csak most jelen pillanatban úgy látom, featured itemek, tehát itt így működik a bolt. Aha, jó, rendben van, oké, hát akkor ez így működik. Akkor nézzünk még egy wins 1. Jó, nézzünk még egyet. Hit 10 boost brings with your ball, na hát az igen, az nem egy egyszerű mutatvány. Oké, itt is vagyunk, Terminál 19 az első, aztán Corner Madness és Curvy Corners. A Curvy Corners, amit lettünk volna már. Hogy mit számítanak a színek? Mármint, hogy ugye a pályák címének a színei, fogalmam sincs, ott van. Aztán akkor ennyi. Na. Hát ez jó pofa lesz, gyerünk. Elég fontos egyébként, azt már rájöttem, elég fontos rá nyomni. Tényleg a ringre. A cuccot, hát ez most nagyon szarul alakul egyelőre. Ilyen is kell, nem lehetünk mindig tökösek ebben az egészben. De nem fogunk beszarni, ez... Nem tudom, ez a kicsinyítős, az hogy működik, tényleg fogalmam sincs még egyelőre. Azaz. Hopp, a shieldre akartam rámenni. Igen, nagyon rossz ez most, nagyon rossz. Semmi probléma. Meg tudjuk magunkat legalább védeni. Gyerünk. Nyilván a fára, így van. Néha nem tudom, melyik az eleje még a kocsinak, és melyik a hátulja. Hatodikok vagyunk jelen pillanatban, srácok. Bakker.
Ez most nagyon rosszul sikerül. Ez most nagyon rosszul sikerül. Hopp. Ez az. Na hát ez negyedik. Negyedikként sikerült. Azért mondom, hogy el lehet ez szarni nagyon könnyen. Mint azt látjátok. Semmi baj. Van még azért meccs. Pff, 3 pont. Na nem baj. És pörög. Az olyan, hogy pörög, tehát hogy nem túl hosszúak a pályák, nem is rövidek, tehát hogy pont annyi, amennyi kell szerintem. Persze, önmagában amúgy benne van az a faktor, hogyha összevetjük ugye a Rocket League-gel, hogy a Rocket League-ben folyamatosan megállás nélkül akció van, és ott aztán nagyon sokkal több tényező befolyásolja a labdát, mások is, ugye. Tehát ez egy picikét innentől kezdve picikét könnyebb szerintem ez a játék, mint a Rocket League. Mert igazából te vagy az egyetlen befolyásolója a golyónak. És nincsenek külső tényezők, úgymond ezt a kicsinyítőst, ja, hogy ez folyton kisebb, mint a többieké. Értem? Jó, rendben. Viszont most jók vagyunk, ami nem tudom, az jobb-e, hogy kisebb, őszinte leszek. Biztos, hogy jobb akarna lenni. Amúgy most nagyon jót megyünk, tehát a többieket nem is tudom, hol vannak. Mondom, a glide-ot nem egészen értem még. A glide-ot még nem egészen értem, hogy azzal mizó. Az most ki is ment, így van, és akkor ilyenkor beadja, hogy out of bounds. Így van, és akkor resetel automatikusan téged. Így. Csak úgy, mint a real golfban. Megint miért arra megyek? Miért arra megyek? És miért? Ó, te jó Isten srácok, pedig egész jól kezdtünk. Egész jól kezdtünk. Ennek a képességnek amúgy, ami nekem van, ez a kor, az a kis lökést ad dolog, nem egészen értem még a lényegét. De biztos van valami. Ott, úristen, itt le is lehet menni. Aha. Onnan vigyük el gyorsan. Második vagyok jelen pillanatban, az még mindig nem olyan rossz. Még ez csak a golyóhoz, és a lyukhoz való távolságomat jelenti. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Fú, bazd meg. Fú, öcsém, hát ez nagyon... Ez káosz, ez katasztrófa. Gyerünk! Jó, második talán. Igen, második, legalább az megvan. Fú, totál elvesztettem a fonalat. Fú, hát 15 másodperccel később, mint az első. Nem a legjobb. Oh, második hely, akkor az azt jelenti, hogy 4 pont? Nem, 5. 5 pont, azt hiszem. Igen, igen, igen. Akkor van nekünk most 8. Hm. Micsoda autók vannak amúgy. Úristen, 9 másodperccel utánam lőtték be, de valaki ott már bingizett vele amúgy. És beugrottunk, ha jól látom, a második helyre. Szóval, hogyha most az JC valamilyen oknál fogva nem sikerül neki, és mi mondjuk egy ilyen 3-4-5 pontot tudnánk hozni, az már nem lenne rossz. Ezen a pályán meg már voltunk is. Körny Corners. Körvi. Corners. Körny. Jó van, Istvánom. Jó, 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 jó. Le kell hozni, srácok. Le kell hozni. Gyerünk. Amúgy arra lennék kíváncsi, hogy a kisebb golyó az azt is jelenti, hogy messzebb repül meg ilyesmit. Jelent-e vajon? És az nem ment bele. Pont elkerült a vezetőt. Nehezebb eltalálni viszont. Az biztos. Az tuti. Az fix. Ja Istenem, most ez mi? Nagyon jó, nagyon jó. Itt elég szoros amúgy. Átugrottam fölötte. Átugrottam a golyón fölött. Nem hiszem el. Már ki is lövünk valakit a francba. Ne legyen olyan egyszerű a történet. 5. helyen vagyunk jelen pillanatban. Ez most nem nagyon fog összejönni. Hűha, várjál, le kell fékezni, mert jönnek a terepviszonyok. Egy rakétát fellútolunk azért. Ide az kilövi, addig elmegy a világ is, amúgy. Világ ideje elmegy vele. Fú, nagyon lassú, nagyon belassultunk, szörnyem. Szörnyen béna vagyok, elmegyek mellette folyton. Nem tudom jól megvezetni, gyerünk már! Most közben szétszivatok mindenkit itt hátul. Ráérősbe. Az idő már számol vissza. Tehát nem nagyon sikerül nekünk az első hely meghozni sajnos, semmi gond. Igen, ez a segítség amúgy nem rossz, az írja, hogy merre fog repülni a golyó. Én azt lehet, hogy ki is fogom venni majd egyszer. Közben nekem is jön egy rakéta természetesen, mert miért ne? 6. hely, hát... És természetesen ellövöm mellette, mert miért ne? Hát ez nagyon gyengus lett, viszont az talán megtűnik, utolsók talán nem lettünk. 5. hely, bocsánat. Jó, hát ez, igen, JC viszont egyébként hátrébb végzett, tehát hogyha itt most meg lett volna, akkor még jók is lehettünk volna, szerintem egy ilyen 3. helyen végeztünk kb. 4.
Valami is tudok elképzelni. Rek, ott írt egy ilyet, valaki vette. Shut off the match. Menj már, az debecsavarta oda, te jó Isten. Szép volt. Szép volt, meg kell hagyni. Na, végső sorom. 10 ponttal. 5. helyen végeztünk még, hogy 3.-4. nagy lószart. Nagyon-nagyon képlékeny tud lenni a helyezés. Ugye badge-ből jóval szerényebben járunk most, viszont azokkal is jön az XP. Valamennyi kis, hát 4.40 azért összejött a lóvéból is, és én nem kaptunk semmiféle, nem akarok meccset keresni. Na, srácok, úgyhogy ez a Turbo Golf Racing, mindig megkérdezem, mi a címeig újra játék. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, illetve írjátok meg kommentbe, hogy szeretnétek még ebből a játékból videót látni. Én nagyon adom, szerintem nagyon jó kis casual fun. Sziasztok, ilyet az out! Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á